Tágas terek, új bútorok, ilyen látvány fogadja a most átadott szekszárdi központi falu gazdász irodába érkezőket. Az irodához közel 2400 gazdálkodó tartozik. Az itt dolgozó szakemberek nekik tudnak segítséget nyújtani, legyen szó az őstermelő igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésről, vagy például a területalapú támogatásokról. A segítséget pedig sokan is veszik igénybe. Az egységes területalapú kérelmeknek a beadását is ők koordinálják. Itt az 5300 körüli kérelemből 3800 ment be az idei évben falugazdász kolléga közreműködésével, úgyhogy ez a gazdálkodóknak a 70%-át jelenti. És hát különböző hatósági feladataik is vannak. Ács Rezső szekszárd polgármestere a falugazdász iroda átadóján azt mondta, hogy az agrárkamara és a helyi önkormányzat között az elmúlt években kiváló kapcsolat alakult ki. Az Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei szervezete, illetve a város önkormányzata között azra alakult kezdve jó kapcsolatban, egy személyes jó viszony közöttünk, én azt gondolom, illetve olyan szakmai kezdeményezéseket indított útjára maga a kamara is, amelyet mindenféleképpen tudtunk támogatni. Közösek a céljaink, hiszen azt szeretnénk elérni, hogy az ebben az ágazatban élők és tevékenykedők minél jobb feltételeket kapjanak. A falugazdász iroda munkatársai az Agrárkamara Kesejsi úti épületében várják az ügyfeleket.